Sziasztok! Én Bábel Ákos vagyok, és hoztam nektek egy újabb unboxingot videó formájában, melyben a Delkim kapásjelzőjét fogjuk megnézni. A Delkim név egészen az 1970-es évekből ered, mikor is Del Romang és Kim Donaldson közös munkájából megszülettek az első Delkim kapásjelzők. Így több mint 40 év tapasztalatának köszönhetően tarthatom kezemben és mutathatom be nektek a Delkim TXID kapásjelzőt és a hozzátartozó RXD vevőegységet. Ezt a felvételt egy átfogó videónak szánom, melyben sorra vesszük és áttekintjük a tulajdonságait és tudását ennek a jelzőnek és a hozzátartozó vevőegységnek egyaránt. A továbbiakban készülök videókkal nektek, amiben szétbontva találhatjátok az egyes beállításokat, ezeknek az előhívását, kezelését. De vágjunk is akkor bele! Szokás szerint kívülről haladjunk befelé. A ház maga nagy szilárdságú ABS, mindenféle bevonattól mentes. Nagyon letisztult forma, abszolút minimalista, 30%-kal kisebb az elődjénél. Ez számokban annyit takar, hogy 3,5 cm széles, 9 cm magas és 3,8 cm vastag, tehát nagyon kompakt. Az elején kettő darab visszajelző lett található, melynek a fényereje két beállítási módban változtatható. Lila, piros, hidegfehér, kék, zöld és sárga színekben kapható. Van továbbá két pótméterünk, melyekkel az érzékenység, illetve a hangerő állítható manuális formában. További beállításokat a két fő gomb megnyomásával és annak változó kombinációjával érhetünk el digitális formában. Lejjebb található még a hangszóró kivezető nyílása. Alul a Slim Crab, Duo Crab, Wireform befogadói találhatóak, melyek további Delkim kiegészítők csatlakoztatására adnak lehetőséget, ilyenek például a Nightlight vagy a Slimlight. Jobb alsó sarokban az antenna kapott helyet. Találunk még egy rozsdamentes menetes szárat is, mely minden rodpothoz és leszóróhoz kompatibilis. A jelenleg ledugozott részhez tudjuk csatlakoztatni a világító swingereinket és hangereinket, melyekhez a Delkim szintén széles palettát nyújt. Ezután egyébként érdemes utána járni, utána nézni, utána olvasni. Hátul az elemtartó rész található, melybe 9 voltos elem helyezkedik. Ezt a fedelet egy csavarhúzó segítségével tudjuk levenni, ami tartozék. A legfontosabb részt utoljára hagytam, ami nem más, mint az úgynevezett vibrációs érzékelő. Ez egy Y-formájú gyorsasági szenzor, mely a zsinorunk mozgására és annak súrlódására aktiválódik, így jelezve nekünk a kapást. Ez is Delkim szabadalom, melynek tökéletesítésére 9 évre volt szükség. Nem is csoda, hogy a fejlesztők erre kifejezetten büszkék. A be, illetve kikapcsolás az 1-es és a 2-es gombbal történik. A jelző rendelkezik egy gyári beállítással, melyet igényeinkre szabva tovább módosíthatunk és finomíthatunk. Végigfutva a tudásán és egyéb funkcióin a következő opciókat találjuk benne. Hangbeállítás 64 digitális hangot tud magastól egészen a mélyig. Lopakodó vagy éjszakai üzemmód, melyben a ledek fényerőssége állítható. 5 perces néma üzemmód, beep, avagy hanggyorsaság, hangsebesség beállítása a preferenciához függetlenül a válasz szintjétől. IMU, ez egy mozgásérzékelő szenzor, ez egy biztonsági funkció, 10 másodperc alatt pozíciót ment, és riaszt, hogyha megmozdul a jelző. Tartományteszt, melyben megtudhatjuk, hogy milyen messzire távolodhatunk el a botjainktól, ugyanis az adó folyamatos jeleket küld a vevőegységnek, így tudjuk behatárolni a távolságot. Kikapcsolás elleni védelem, ez is egy riasztási opció, a merülő félben lévő elemünk állapotát hangjelzéssel mutatja nekünk. Automatikus kikapcsolás 48 óra után, tehát hogyha nincs aktivitás a jelzőegységünkön, akkor 48 óra után automatikusan kikapcsol, de ezt egy gomb megnyomásával vagy a kapásjelző damil zsinór meghúzásával tovább aktiválhatjuk. Failsafe kikapcsolás, azaz a hibás billentyű kombináció, illetve a táskában megnyomodott gombok kombinációjából adódóan kikapcsol a jelzőegység, hogyha hibát észlel. 2 év gyári garancia van, plusz hogyha beregisztráljátok a készüléket, akkor a Delkimtől további 1 évet kaptok, így jön ki a 3 év, és 100%-osan vízálló a készülék. Ez volt a TXID kapásjelző, lássuk most az RXD vevőegységünket. Itt is nagy szilárdságú ABS-ből készült a ház, bevonatmentes, visszajelző ledek a kapásjelzők összes színében, manuálisan állítható hangerőtárcsa, 3 fő gomb az egyéb opciók előhívásához, alatta még a hangszóró,
Hátul az elemtartó fedél 9 voltos elemmel működik, befogadó rész, melyhez különböző tartozékokat csatlakoztathatunk, ilyenek például a nyakpánt vagy az övcsipesz. Bekapcsolni a három fő gomb megnyomásával tudjuk a készüléket. Egy, illetve több csatornás egyszerű párosítással taníthatjuk fel a jelzőegységünket. Gyári alapbeállítás van benne, mely tovább finomítható és saját igényénkre szabható. Tartománybeállítás, szintén háromfajta, rövid, standard és nagy táv. Alapból a standard módban van a készülékünk, ha nagy távolságra tesszük, az befolyásolja az elemünk élettartalmát. Vibrációs üzemmód, ebből is háromfajta, és nem csak néma üzemmódban van a vibráció. A lopásvédelmi rendszerek ugye a kikapcsolás és az immunnak a jelzése. Run light, más néven futófény, ami azt a célt szolgálja, hogy egyszerre világít a vevőegységen a kapásjelzők összes ledje egy intenzívebb kapás esetén, mely segíthet egy éjszakai horgászat során például a sátorból való kijutásban. A ne zavarjanak funkció, ami szerintem azért fontos, mert blokkolja a nem kívánt aktivitásokat, illetve a hirtelen állapotváltozásokat. Ez például viharban vagy szélben, esetleg hullámzásban lehet fontos. Ennek maximális ideje 15 perc, de előbb is kikapcsolható. A kapást úgy jelzi, hogy 4 másodperc folyamatos aktivitás mutatkozik a botunkon. Másként nem. Az elemünk állapotát hangjelzéssel jelzi, hogyha merülő félben van. Automatikus kikapcsolás 48 óra után, 2 év garancia, plusz 1 év regisztrációs garanciával a Delkim 3 év teljes körű garanciát biztosít. Maga a vevőegység is 100%-osan vízálló, de a gyártó azt javasolja, hogy ha mégis vízbe esett vagy elázott volna egy nagyobb eső miatt, akkor egyszerűen csak vegyük ki az elemet, szárítsuk ki és tovább használható. Ez lett volna a Delkim TXID kapásjelzőjének és RXD vevőegységének átfogó videója. Mint ahogyan azt a felvétel elején említettem, jövök még nektek további kis videókkal, melyekben ezeket a beállításokat egyesével vesszük végig, és nézzük meg ezeknek az előhívását, illetve beállítását. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, sziasztok!